18. rész bika. A szekeres alatt az Orionnal szemben találjuk a bikát, vagyis a tauruszt, amely a 12 állatovi csillagkép tagja, egy téli csillagkép. Két egymástól eltérő mitológia is kötődik hozzá. Az egyik szerint egy libanoni városban élt öt testvér, négy fiú és egy szép leány európé. Egy nap, amíg a fiúk játszottak, az unatkozó Európé megpillantott egy gyönyörű fehér bikát. Az állat teljesen szelíd volt, nemessége a végletekig lenyűgözte a lányt. Európénak hirtelen az az ötlete támadt, hogy felpattan a bika hátára. Az állat nemhogy tűrte, de lelkesen ügetni kezdett vele, egyre gyorsabban és gyorsabban. Testvérei, akik észrevették, hiába kiáltottak utána. Abika egy ugrással felemelkedett, spatái már a felhőkben kaptattak. Európé teljesen el volt bűvölve. Abika egészen egy szigetig Krétáig vitte őt. A Krétától éjszakra található hatalmas földdarab pedig, amely felett átrepültek, még ma is őrzi az Európa nevet. Természetesen, ha eddig valaki nem jött volna rá, Abika nem volt más, mint maga Zeus, aki ennek az állatnak az alakjában csábította el Európét. Egy másik történet szerint a bika Herkules munkáihoz kötődik. Ez a bika is krétánélt. Minósz király kérte jelként Poseidontól, aki azonban elvárta, hogy később áldozzák fel neki. Ez nem, hogy nem történt meg, hanem a király felesége még együtt is hált az állattal. Ebből született egy ismert mitológiai lény, a Minotaurus egy bikafejű, embertestű szörnyeteg. Maga a bika, Poseidon bosszújaként, végig dúlta a szigetet, és mindenkit rettegésben tartott. Herkules azonban bízott a saját erejében, és megharcolt a bikával. De nem ölhette meg. Élve kellett visszavinni a munka adójának. Addig birkózott tehát az állattal, amíg az meg nem adta magát. Akkor a vállára vette, és visszatért Eurusteos királyhoz, aki a bikát látván egy hatalmas kőedénybe bújt ilyettében, Herkules pedig kénytelen volt szabadon engedni az állatot, amely ezután a maratoni sikságon zaklatta a helyeket. Később Tészeusz küzdött meg vele, közben feltalálva a bikaugrás nevű sportot, melyel annyira kifárasztotta az állatot, hogy az hagyta magát igába fogni. Végül Tészeusz Atén főterére hajtotta a bikát, és ott Apollónnak áldozta fel. A csillagkép legfényesebb csillaga, a bika szeme, az Aldebarán, a csillagkép alfája. A magyar néphagyomány ezt a vöröses színű csillagot bujdosok lámpásának, nyüves kutyának vagy rózsacsillagnak nevezi, utóbbit néha az egész csillagképre is érti. Színe miatt az ausztrál őslakosok pedig egy rózsaszín kakadót láttak benne. Étája az alkioné, a bika csillagképben található, a téli égbolt egyik leglátványosabb, szabad szemmel megfigyelhető objektuma a plejádok nyílt halmaz. Ők voltak az a hét nővér, akiket Orion 50 napon át hajszolt vágyaktól fűtve. Szegény lányok végül már nem tudtak hová menekülni a vadász elől, ezért Zeuszhoz fohászkodtak, aki végül az égre emelte őket. A magyar hagyomány fiastyúknak és különböző változatainak, vagy a nagyobb csillagai száma miatt hét is nevezi őket. Ezen kívül előfordul még a csokros csillag csülhe, fészek, kaptár, kotlós, ulátánc, petefészek, szitásjuk és vadgalamb elnevezés is, illetve, mivel a tél közelettét jelenti, fagyhozó csillagnak is nevezték. De leánygyűlésnek is hívják, ami a csodaszarvas mitológiájában Dóla fejedelem leányaira utal, akiket Hunor és Magor raboltak el, hogy a feleségeik két egyék őket. A plejádok körül látható kékes színű köd, az NGC 1435 jelű emissziós köd. A bika két szeme alatt pedig a hájádok nyílt halmaz pillantható meg. E halmaszt is sok névvel illeti a magyar néphagyomány. Ásócsillag, vagy a kikelet hírmondója, mivel úgynevezett évszakcsillag a tavasz közelettét jelezte. A bika Orion felé eső szarva mellett a másik szarv irányában lejjük meg az M1-et, a ráködött, amely egy szupernóva maradvány.